Sziasztok srácok, én Zodiac vagyok, ez pedig egy különleges videó lesz, ugyanis ebben a videóban a nagy Marvel képregény sorozatról fogok egy pár szót szólni. Hát én elég régóta képregény mániás vagyok, de még nem rendeltem elő egyetlen egy ilyen terméket sem. De most ideje volt előrendelnem, és ezt úgy tettem meg, hogy az első számot ugye megvettem, ezt a pókemberes képregényt. Szeretem pókembert, a Marvelért oda vagyok, mostanában csak ilyen Marvel filmeket nézegetek. A második számtól kezdtem el megrendelni, ami azt jelenti, hogy most van a pókember, és van az X-Men, valamint a bosszú angyalai kötetek vannak menni. 1, 2, harmadik szám, és ez a kettő jött egybe, ami azt jelenti, hogy 2000 forintért tudtátok megrendelni az X-Ment, valamint a bosszú angyalai ingyen volt a második csomagtól, amihez még ez a povos bögre volt ajándékba, így most már minden 2 hétben vagy 4 hétben fog érkezni egy ilyen csomagocska, amiben Marvel képregények lesznek. Már várom a következő képregényt, hogy megjöjjön. Pontosabban következő kettőt, ami már 5007 lesz a kettő. Tehát 2800 forintos áron egy ilyen vastag kötetes, vastag borított kötetes könyvet nem kaptok. Elég dizájnos formában jött meg. Először is volt ugyebár a csomag, amiben benne volt ez, puki fóliában, valamint be is volt nejlonozva, hogy ne állzon el, valamint az egész egy dobozban, ez pedig a bögre egy ilyen hungarocell körítésben érkezett, hogy nehogy eltörjön. Nekem nagyon tetszenek az ilyen animált tárgyak, relikviák, ami azért lesz jó, mert a következő számhoz már úgy fogjátok kapni, hogy én nekem még majd most jön meg a második csomag, abban a 4. és az 5. kötet, de a következő számban a 6. 7. kötettel már úgy fog megérkezni, hogy lesz benne ilyen pókemberes fémalátét, készlet, egy fém dobozban, ami nagyon durva. Így magáról a képregény érkezéséről annyit elárultam, hogy én úgy értesültem erről egy jó pár hete, pontosabban már van az szerintem, vagy 2 hónapja is, hogy fog érkezni ez a sorozat, képregény sorozat. Hát mondom, nem fogom kihagyni, nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy megrendeljem-e vagy sem, de úgy döntöttem, hogy meg fogom rendelni, és a második számtól, ugyebár előfizetője vagyok a Marvel képregény sorozatnak, így az exkluzív ajándékokat is hozzá fogják adni. Mint látjátok, a dizájnos formában kapjuk meg ezt a képregényt, és ezek bizonyos számoknak a összefoglalása, mint azt elolvashatjátok majd az elején. Ez a Pókember hazatérés első kiadás, ugyebár az, mindjárt mondom, nem tudom, hanyadik kötetben volt, a csodálatos Pókember 30-tól, mindjárt mondom, csodálatos Pókember 30-tól, mondtam 35-ig, tehát ilyen, nem, 36-ig, mert ugyebár 6 kötet, 6 füzet van egy könyvben benne. Én így tartalmilag nem fogok beszélni ezekről a kötetekről, csak majd, hogyha érkezik a következő ilyen csomagocska, akkor majd egy unboxingot fogtok róla látni. Én nagyon szeretem az ilyen képregényeket, ez érdekes dolog van benne, ami számomra kimaradt, de mivel nagy Marvel fan lettem, képregény bolond, így
szerintem fogom ezt gyűjteni. És igen, mindjárt megmutatom nektek a gerincét ennek, ami ki fogja adni azt a nagy képet. Na szóval a gerince az ilyen lesz, egy képet fog alkotni, ami ha minden igaz, akkor a 60 kötet alatt fog összeállni, ami elég szép számadatokkal rendelkezik majd. És mint látjátok, minden egyes lapja végén, minden egyes kötetnek láthatjátok, hogy vannak ajánlók, és még a, ebből a Avengersből még meg fog jelenni a 29. részben egy, a 60-ban, az 55-ben, és a bosszú angyali, ez is szamuráj és ellenállás, az külön is megjelent. Tehát ebben az ajánlásokban vannak külön magyar, és vannak külön külföldi tartalmak, és itt írja, hogy a gyűjtemény a The Avengers 500-tól 503-ig és a finálé részeket tartalmazza. Tehát minden kötet hátulján rá van írva, hogy mit tartalmaz. Nos, én ennyit szerettem volna nektek mondani. Ez lett volna egy ilyen ajánlószerű videó, és az Avengers, valamint a Marvel nagy képregény gyűjteményéről volt itt szó. Én csak ajánlani tudom nektek, hogy vegyétek meg, mert egy igényes, dizájnos képregény sorozatról van szó. Ha szeretitek a Marvelt, akkor hajrá, vegyétek meg, de ugyanígy tudom ajánlani a DC sorozatot is, úgyhogy én csak megköszönöm most már a figyelmeteket, sziasztok, találkozunk a következő videóban, és sziasztok! Üdv mindenki! What you waiting for to say it?